Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyok, Meddolphin, és újra itt vagyunk a Minecraft Pocket Edition sorozatunkkal. Az előző videót meglepően sokan néztétek meg, és rengetegen kommenteltétek azt, hogy kell Minecraft. Szóval, újra itt vagyunk, és hát az ide nevér, nem tudom. Tehát ott lesz valami bánya. Na, szóval, lássuk csak, mit csináljunk ebben a részben. Nekifoghatunk bányászni, építhetünk saját házat az NPC falu mellé. És ilyen hasonló dolgokat csináltunk. Azt nem tudom, hogy ez a tenvér mit keres itt csak így magában. Epic. Itt egy NPC. What? Mit keres itt ez? Mit keresel itt, ha? Mit keresel itt? Oké, először vágjunk fát, szerezzünk magunknak kőtucokat, és utána menjünk bányászni. Oké, menjünk a barkács asztalunkhoz. Jó, kell nekünk egyelőre egy csáki, legyen egy kardunk és egy ilyen, így. Plusz egy ásó. Ennyi elég. Ennyi cuccal kezdjünk neki egy bányának. Ne fuss el! You're gonna die anyway. Így is meghalsz, meghaltál. Ilyenkor csak szólok neki, hogy tudjon róla, hogy meghalt. Ez jó. Most lesz vége a napnak, lel? Elhülyéskedtem ezt a napot rendesen. Itt fogom kiásni. És ez egy csodás kezdés, mert Dolphin első bányájának. Ja, amúgy mellesleg... pont így szeretem, ahogy most csináltam, hogy ugye itt három blokk különbség van, csak így tök jól el lehet férni. Mellesleg ne felejtsük el, gyertek OVS-re, most lesz jövő szombaton, vagyis hát attól függ ki, mikor nézi a videót, július 4-én lesz, Millenárisban, Pesten, én is ott leszek, úgyhogy mindenki gyertek el, nagy buli lesz. Na jó, ja, mondjuk mindjárt is kopott. Szuper. Na jó. Most már tudunk magunknak craftolni kőtucokat, viszont még vágjunk egy pár fát, because why not? Végül is, ami érdekes, ez az, ami a Minecraftban érdekes, plusz a kreatív mód. Én ezt a kettőt szeretem csak. Tehát most az, hogy agyonmódolni a játékot, meg ilyenek, valahogy az nagyon nem jön be nekem. Viszont ez, hogy túlélés, így ilyen kezdetleges eszközökkel, vagy kreatívkodni úgy, hogy bármit meg lehessen valósítani, ezek nagyon bejönnek, és ezért szeretem a Minecraftot. Szuper. Szóval, csináljunk magunknak kardot. Két csákét. Két ásót. Na, ebben amúgy, ez nincsen a gépes Minecraftban, ez ilyen kőtucokat lehet ezek craftolni. Egyelőre most csak ezekre van hely. És ez pedig az sima kemence, szóval azt kéne nézzük, hogy aztán kiszerezzünk szenet. Ugyanis kell csináljunk fákjákat szépen a bányában. Szóval... Ennyi. Komolyan? Inkább ezt. Még semmilyen értékes ércünk nincs. Viszont haladunk. Van egy fákja, kőcuccok. Ahhoz képest ez a második rész, én tök jónak tartom ezt a haladást. Ahhoz képest, hogy én játszom, és ahhoz képest, hogy Minecraft-tal játszok. Félek a moboktól.
Itt egy NPC. Ha ezek ilyen egyszerűen járkálnak kint, akkor amire, mit tudom, a tizedik részre már semmi NPC nem lesz ilyen lazák. Na jó, új remények, új nap, új NPC itt is. Lássuk, hogy most mit hoz a bánya. Viszont ezelőtt ki akarom próbálni a kardomat. Really? Kéne még szere... Aj, B plusz. Itt egy bánya. Aha. Tök jó. Az képest pont az volt a tervem, hogy ne legyünk bányában. De... ott van vas. Wow. Ennyire még nem örültem vasnak, tényleg. Na jó, kéne még csináljunk... Paket. Iron, please. Fincs vas. Na jó, van szén. Az is kell. Hello. Ott is van vas. Ne figyelj tovább menni. Na. Szuper. Mondjuk a kéznél kéne tartsuk a kardunkat is. Szerintem akkor az első az a vaskard lesz, amit csinálok is, vascsáki. Az is a továbbhaladáshoz szükséges. Ó, de durva, így a póknak a szemei így világítanak meg minden. Ló, ez beragadt? Most már tényleg csak beragadt, mivel már meghalt, és van fonálunk. Ló. Na jó, van 13 vasunk. Ez a második részben már így állom, tehát még ezt is szedjük ki, és utána pedig végeztünk. Hát én most happy vagyok, tehát szerintem ez a videó megérte, ezért. Plusz, hogyha megfelel nektek, akkor tudunk ebből rendszert csinálni. És mondhatjuk például azt, hogy minden nap 3-tól új videó, új Minecraft sorozat videó. Hogyha ez nektek megfelel, persze. Mondjuk kommentben is lehet erre reagálni, hogy most nektek oké is ez. Nekem tök mindegy, mert most ugye nekünk is nyári szünet, vakáció van, és van időm. Akkor szerintem ennyi is lett volna ez a rész. Köszönöm, hogy velem tart... Uha... Milyen lazán jön le így? Na mindegy. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő részben. Addig is pedig, mint mindig, maradjatok menők, és maradjatok medek. Sziasztok!